Első alkalommal találkoztak az Európai Unió és a Nyugat-Balkán vezetői az unión kívül. A találkozónak az albán főváros Tirana adott otthont. Az európai vezetők ezzel a tárgyalás sorozattal is biztosítani akarják, hogy a régió hat országa továbbra is elkötelezett maradjon a blokk mellett. Az ukrajnai orosz agresszió ugyanakkor átalakította a geopolitikai helyzetet, így az EU most a Nyugat-Balkán iránti elkötelezettségét hangsúlyozza. Gyermekeink jövője biztonságosabb lesz az EU-n belüli Nyugat-Balkánnal, és keményen dolgozunk az előrelépésért, mondta az Európai Tanács elnöke. Cserébe az EU azt várja a balkáni országoktól, hogy csatlakozzanak az Oroszország elleni szankciókhoz, amit Szerbia eddig nem tett meg. Oroszország és Kína egyaránt befolyást akar szerezni. Mi vagyunk a legnagyobb befektetők, a legközelebbi partnerek, és ezért el kell dönteniük, melyik oldalon állnak. A demokrácia oldalán? Nos, ez az Európai Unió, az önök barátai és partnerei, tette hozzá az Európai Bizottság elnöke. A nyugat-balkáni országok a maguk részéről azt kérik az EU-tól, hogy gyorsítsa fel az integrációs folyamatot, tudván, hogy az ukrajnai háború új lendületet adott ennek. Először tekintik és kezelik a Balkánt geopolitikai, stratégiai fontosságú régióként. A kérdés az, hogy mikor leszünk tagok. Egy dolog biztos, mi, albánok és Albánia lojálisak leszünk az Európai Unióhoz. Továbbra is harcolunk azért, hogy országunk taggá válhasson, mondta Albánia miniszterelnöke. Mivel a taggá válás nyilvánvalóan sokáig tarthat, egy sor megállapodást írtak alá a hat balkáni ország meggyőzésére, köztük egyet a roaming díjak csökkentéséről. Ezen felül 1 milliárd eurós támogatást ígértek, hogy segítsék a háztartásokat és a vállalkozásokat az energiaválság kezelésében.